Sziasztok! Spam vagyok, ez pedig itt egy kisebb vlogszerű, gyors, bejelentő és véleménykérő videó ismét. Gyorsan fogjunk bele, mert jelenleg nem nagyon érek rá. Nagyon gyors leszek, vagyis hát megpróbálok. Az első dolog a GTA 5-tel kapcsolatos, mégpedig, hogy nekem még van körülbelül, nem tudom, hogy most hanyadik résznél tartunk, 18-19 ilyesmi. 30 vagy 29, nem tudom pontosan most jelenleg, de még 10 részem legalább van. Viszont az még nem a játék vége, tehát ott tartunk körülbelül a játék közepénél, vagy nem is tudom, hogy hol. Viszont látom, hogy nektek ez a bugok sorozat, ez nagyon-nagyon tetszik, viszont a GTA 5 az kevésbé volt ennyire felkapott, úgyhogy most érdeklődni szeretnék tőletek, hogy mennyire tetszik nektek a sorozat, mármint olyan szempontból, hogy egyáltalán feltöltsem-e még a maradék részeket, amik megmaradtak, vagy fújjuk le a sorozatot itt, vagy esetleg folytassam a sorozatot, mert nagyon tetszik, csak egy bizonyos rétegnek, mert én akkor is szívesen folytatom, hogyha van egy, tudom is én, 100 ember, akit ez nagyon érdekel, akkor én nekik szívesen folytatom tovább a sorozatot. Persze emellett amennyire csak tudom, pörgetem a bugokat is, bár ma még nem találtam semmit, hiába kerestem, próbálkozom. Viszont adok nektek egy Facebook linket, ahol kint lesz a szavazás, és erre a linkre, hogyha rákattintotok, akkor a szavazás gyakorlatilag annyiból fog állni, hogy aki szeretné, hogy folytassam a sorozatot, az dobjon rá egy lájkot, aki meg nem, az csak írjon kommentbe annyit, hogy nem, és akkor kész. Nyilván az arány majd eldönti, hogy mennyi, de hogyha mondjuk, tudom is, én majd azt eldöntöm, meg látom majd, hogyha kapok egy bizonyos számú lájkot, nagyon sok nemet, de egy bizonyos számú lájkot kapok, akkor gondolom, hogy folytatni fogom a sorozatot azoknak az embereknek, hogyha úgy ítélem meg. És amiről még szeretnék beszélni veletek, az, hogy nagyon szépen köszönöm nektek a 2000 feliratkozót, ugyanis már 2000-en vagyunk. Hát egy év alatt durván, ez nekem nagyon sok munka volt, de nagyon örülök neki, hogy ennyien vagyunk, mert én az elején mennyit próbáltam elérni? Talán, hogyha 500 volt, amit el akartam érni, akkor már sokat mondok. Ehhez képest most tartunk a négyszeresén, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek. Illetve a GTA 5-össel párhuzamosan YouTube-on ezen a videón, kihangsúlyozom, hogy tényleg csak ezen a videón, tartok egy másik szavazást ezzel párhuzamosan, hogy aki szeretné, hogy 2500 feliratkozónál legyen az első, hát arc nélküli nyilván, de vlog legyen, akkor azok meg ezt a videót lájkolják, nyilván akik mind a kettőt szeretnék, az a Facebookot is, meg ezt is, de akik szeretnék azt, hogy 2500-nál legyen egy arc nélküli vlog, az lájkolja ezt a videót, aki GTA 5-öt szeretne, az a Facebookot, aki meg mindkettőt, az mindkettőt, értelemszerű a dolog. Illetve még egy nagyon gyors kis tartalom, amit meg szeretnék veletek osztani, az nem más, mint hogy tegnap, azaz 2014. 6. hó 26-án megkaptam az első betömörített 50 másodperces nézői videót, ami közvetlenül nekem készült, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, aki tudja, hogy kiről van szó, az nyilván magára ismer. De tényleg nagyon köszönöm, mert ezek a kis e-mailek, meg a kedves kommentek, azok nagyon sokat jelentenek nekem, és ne higgyétek azt, minden egyes kommentet átolvastam, amire úgy gondoltam, hogy érdemes, arra válaszoltam is, próbálok veletek kontaktust tartani ilyen szempontból is, mert nekem ez fontos, hogy a nézőkkel azért egy közeli kapcsolatot tudjak ápolni. Viszont most ezt a videót itt lelövöm, ugyanis még mennem kell
Minecraft bugokat szerkeszteni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ne felejtsétek el még egyszer a két szavazást. Tehát aki szeretne 2500 feliratkozónál arc nélküli, ezt kihangsúlyozom, vlogot, az lájkolja ezt a videót. Facebookon ott megy a GTA 5 szavazás. És aki meg mindkettőt szeretné, az mindkettőt lájkolja, és én teljesen boldog vagyok akkor. De tényleg ennek a videónak itt lesz vége, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Még egyszer nagyon köszönöm a 2000 feliratkozót, és nem tudom, nem sokára jön a Minecraft-ba a következő része ma este, úgyhogy addig is sziasztok!